az AutoCAD számos lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy 3D-s alakzatokat hozzunk létre. Hát ilyen lehet 3D-s 3 d felület, de ilyen egyszerű alakzatokból is hozhatunk létre 3D-s ábrázolást nagyon egyszerűen. Hát nézzük meg, hogy miképpen váltsunk át a délkeleti izometrikus részre, és jelöljük ki például ezt a vonalat, majd kérjük a tulajdonság lapot. Itt a tulajdonság lapon ki az, hogy vastagság, balegérgomb, és adjunk egy értéket, legyen ez az érték például most 30 mm. Hát ebben a pillanatban létre is jött egy új alakzat, és hogyha átváltok például a tanulmánytárvira, ami ugye ott koncepcionális, akkor így már lehet érzékelni, hogy ez egy 3D-s alakzat. Hát igazából ez nem vastagság, mert lényegében csak a Z tengely irányába kihúztuk, majd lesz is ilyen, hogy kihúzás parancs, tehát kihúztuk a síkból. Most visszaváltok a 2D-s drótvázra, és hogyha itt kiválasztom például ezt a vonalláncot, itt is megtalálható a vastagság, és itt is adok egy értéket neki, legyen ez 50 mm, és ezzel ez is elkészült. Meg is nézhetjük a például, most ez legyen röngen üzemmódba, ime így is elkészült. És ugye most itten kiválasztom, hogy lekerekítés, például ugye 100 mm van a sugárnak megadva most, egyik másik így nem kerekíti le viszont hogyha visszaváltok a 2D drótvázra akkor kijelölöm az egyiket kijelölöm a másikat és íme el is készült a lekerekítés De természetesen itt is megteltjük ezt és hogyha most nézzük meg például ebbe akkor az alakzatunk ilyen lesz egyszerre többet is kijelölhetünk, többnek is adhatunk ugyanazt a vastagságot, például ez legyen csak 10 mm, Enter, és ezzel létre is jött ezekhez is a vastagság. Megtehetjük azt is, hogy itt a tulajdonság másolással kijelölök egy alakzatot, majd ezt követően ezt a tulajdonságot átecseltenem a többire, és így a többi felveszi annak a tulajdonságát, ugye, amit először kijelöltem. Nem mindenhol működik ez a vastagság, hogyha kijelölem ezt a spline-t, és megnézzük a tulajdonság lapot, akkor azt veszük észre, hogy itt a vastagság nem szerepel. Ugyanez van, hogyha kijelölöm a az akkor itt is a vastagság az nincs itt, tehát ezeket le is törlöm. Most nézzük rá felülnézetbe és készítsünk egy vastag vonalat. Hát ehhez is be kell írni azt, hogy vast és akkor már itt előjön, hogy vastag vonal. Balegér gombbal jelöljük ki, hogy nekünk az kell. És itt a vastag vonal szélességét adjuk meg legyen ez például 60 mm, enter, majd ezt követően készítsünk is egy ilyen vastag vonalat, balegérgom tovább nem akarom húzni, és ezzel el is készült a vastag vonal. Kilépve a parancsból, térjünk át erre, az ábrázolási módra, illetve nézetre, hogyha én azt kijelölöm, és a tulajdonság lapot megnézzük, akkor itt lehet látni, hogy erre is működik a vastagság, legyen ez 40 mm, rendben van, és akkor egy ilyen hasáb jött létre, amelyet, hogyha kijelölünk, és megfogjuk a fogóját, akkor ezt tudjuk torzítani is többféle módon. Most nézzünk egy kicsit erre a részre, jelöljük ki ezt az objektumot, és kijelölve a fogot, akár oda is húzhatjuk, vagy azt is megtehetjük, hogy ha egy kicsit ráközelítünk, kijelölve ezt a fogot, például oda mozgatom, akkor ez így is működik. Hát ugye ezt megtehetjük a másik végével is, például idehozom kijelölve itt ezt, egy kicsit átszínezem, illetve hát jobban átszínezem teljes egészében, és hogyha most megnézzük előről, akkor ime, ez most így néz ki. Hát nézzünk további lehetőséget is. Tudjuk, hogy ennek az alakzatnak egy vonal az alapja. Nézzük meg, hogy miképpen működik ez a vonal, akkor, hogyha kiadjuk rá a megtörés parancsot. Kijelölöm a vonalat, kijelölöm máshol, és íme ezzel a vonal meg is szakadt, illetve vált az alakzatunk is. Ezt jól lehet érzékelni akkor, hogyha ezt is átszínezem, például más színnel, akkor ez két különálló alakzat. Megtehetjük azt is, hogy kijelölve és ide hozva összeillesztettük ezt. Nos, lépjünk tovább. Megtehetjük azt is, hogy ezt egyesítjük kijelölöm az elsőt Balagér kijelölöm a másodikat Balagér majd Enter, és amit először kijelöltem, annak a színét veszi fel, tulajdonságait veszi fel, és így meg is változtattam a színét. Na most egy kicsit helyet csinálok, nézzünk rá, hogy jelenleg hogy fest, hát jelenleg így fest az alakzatunk, ha megtehetjük azt is, hogy rögtön ilyen módszerrel rajzolunk. Ehhez az kell, hogy egy változót átállítsunk. Ez a változó az úgynevezett thickness változó, ami vastagságot jelent. Hát elég csak a TH-t vagy kijelöljük ezt, ugyanarra az eredményre jutunk. És ilyenkor a thickness új értéke mennyi legyen, azt kérdezi tőlünk. Hát ugye a nulla az az alapértelmezett, legyen ez az érték például, 100 mm, majd Enter. Ezt követően, hogyha elkezdünk egy vonalat készíteni, például itt elkezdem húzni ezt a vonalat, akkor abban a pillanatban egy ilyen alakzat jött létre. De ugyanez működik a ívre is, hogyha én ezt így rajzolom, akkor az is így létrejön. Tehát ezekkel tudunk így manipulálni ebben az ábrázolási módban. Hát ugye, hogyha vissza akarunk térni, akkor nagyon egyszerűen az összeset kijelöljük, és itt a vastagság eltérő, akkor visszaírjuk nullára, enter, és akkor visszakapjuk az eredeti vonalvastagságokat, és látjuk, hogy itt ez a vonal, ez a sárga vonal, amit felhoztam a síkból, az ott meg is maradt. Hát, hogyha illeszteni akarjuk vissza, akkor egyszerűen megfogjuk a fogót, és ide visszahozzuk, és a másik oldalán is, és rendben is van. Hát én úgy gondolom, hogy ez olyan egyszerű volt, hogy ezt elmenteni nem érdemes, csak ezt kell megjegyezni erről, hogy vastagsággal tudunk manipulálni ilyen kettődés alakzatoknál is. Természetesen ilyenkor a thickness változott, tehát jobb a és itt a legutóbbi bevitel között megkeressük a thickness változatot, akkor vissza kell írni nullára, hogy nehogy ismételten ilyen vastag vonalat készítsünk, vagy vastag alakzatot, és ilyenkor már íme újra a normál állapotba tudunk készíteni vonalat, ami jelenleg a sík alá ment, de hogyha kijelöljük ezt a vonalat, és átjövünk a tulajdonság lapra, itt megnézhetjük, hogy például a végpont az hol van, hát az látszik, hogy nagyon a sík alatt van átírva nullába, és ekkor még egyéb értékeket is adhatunk ennek a vonalnak, és akkor így tudunk újra rajzolni. Tehát nézzük meg, hogy most már ez nem fog nullába menni, tehát így. Visszatérhetünk, és folytathatjuk a munkánkat.